hírek, röviden köszöntöm Önöket. Több turisztikai sikert is magáénak tudhat Nyíregyháza. A Szabolcsi megyeszékhely lett az év városa az Utazó magazin szakmai és olvasói döntése alapján. Mindezek mellett Nyíregyházát társult tagként beválasztották az ENSZ turisztikai világ szervezetébe is. A rangos elismerések új utakat nyithatnak meg a turisztika területén. Munkavédelmi és munkaügyi nyílt napot szervezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal. A rendezvényen a munkaadók és a munkavállalók egyaránt ismereteket kaphattak a munkavédelmi szabályozásokról, a munkahelyi balesetek megelőzésének a lehetőségeiről, illetve a munkaügy területén bekövetkezett változásokról. Ezer szelet kenyérlángos, forgatag, emléktáblaavatás és izgalmas koncertek. Csütörtökön és pénteken ismét a város újratelepítésére emlékezik Nyíregyháza. Pontosan 264 éve lesz annak, hogy Károlyi Ferenc gróf békési és felvidéki Tóth családokat hívott a háború után elnéptelenedett Szabolcsi birtokára. Tegnap délután a Benczúrtéri játszótérnél négy hajléktalan megbotránkoztatóan viselkedett, az emberek kihívták a rendőröket, később a mentők is megérkeztek és két férfit kórházba szállítottak. Ma reggel a Kossuth utca egyik belső parkolójában egy kiálló és egy tolató autó ütközött. A felelősség kérdésének megállapításához a rendőrök segítségét kérték. A László utcán egy nyerges vontató figyelmetlenül váltott sávot és maga elé fordított egy személygépkocsit. A balesetben személyi sérülés nem történt. A Vai Ádám körút csomópontjában egy piros lámpánál álló autóba belerohant a mögötte érkező. A vétlen járműből két szemét vittek kórházba. Készül a nyári szezonra a szabadtéri színpad. A Nyírvévé Kft. Munkatársai megkezdték a fakivágási és faápolási munkákat. Részletek a Nyíregyházi Televízió híradójában és a városi webportálon a nyiregyhaza.hu-n.